Ez egy olyan sorozat, ami tulajdonképpen a rendszerváltás után kezdődik, hogy volt egy ilyen csillagos műsor, akkor átmegy rajta a Coca-Cola, aztán a Coca-Cola szép lassan megeszi, ami történik, ezt a csillagot. Majd egyszer csak átvált erre a magyarkodós mostani dologra, és a szépen lassan végül is egy ilyen nagyon nemzetivé alakul át, amivel én nem egészen értek egyet. Az ember bizonyos kort, amikor elér, akkor megpróbál visszatekinteni arra, hogy mit is csinálta az életében, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy én éltem a normális magyar értelmiségeknek az életét. Talán a legfontosabb az embernek a művészete, amit csinált. De ehhez párhuzamosan járult az is, hogy dolgozott a múzeumban, dolgozott a galériát vezetett, dolgozott az egyetemen, és ezek a munkák együtt nagyon szorosan összefüggésben voltak egymással. Az egyik jött a másikból, és egyáltalán nem volt probléma az, amikor az ember fiatal, hogy éppen reggel 8-tól éjfélig kellett dolgoznia, hiszen ezek a munkák, ezek adták, inspirálták egyik a másikat. A 60-as években Pécs egy különleges helyzetben volt a magyarországi városokhoz képest, hiszen itt olyan dolgot lehetett a képzőművészetben, egy egyáltalán a művészetekben megoldani, amit máshogy nem. Ha csak arra gondolunk, hogy a Pécsi Balett akkor jött létre, a Bóbita Báb Színház, az irodalmi folyóirat, a Jelenkor, amelyik az országban az egyik legfontosabb volt, emellett a képzőművészet volt talán az, amelyik a legnagyobb pályát futotta be. Mi volt ennek az oka? Elsősorban az, hogy Martin Ferenc, aki a II. Világháború között a Franciaországban élt és dolgozott, hazajött Magyarországra, mert ugye háború előtt idegen országnak az állampolgára volt, tehát hazajött Magyarországra, és itt Pécset egy olyan művészeti közösséget hozott létre, amelyben az akkori kornak megfelelően ellentétben a nonfiguratív művészet volt elsősorban a fontos. Talán itt volt az egyetlen ország a városban, ahol ezeket a műveket ki tudták állítani. Ez volt az egyik része, a szellemi része. A másik, a politikai, Acél György, aki annak idején Magyarország, idézőben mondom, kultúrpápája volt, ennek a területnek, Pécsnek volt az országgyűlési képviselője. Sokan ma már azt mondják, hogy Pécs volt az akkori kultúrpolitika olyan terepe, ahol kipróbáltak bizonyos dolgokat, amit máshogy nem lehetett. Én a 60-as évek végén végeztem a főiskolát, de az életemben sokkal meghatározóbb volt a gimnázium. Én a Pécsi Művészeti Gimnáziumban érettségiztem. A gimnáziumi évek alatt nekem nem volt a mesterem Lantos Ferenc, de ő később az én életemben nagy szerepet játszott, hiszen társaimmal együtt egy csoportot alkottunk, és ez a csoport a 60-as évek végén alakult meg, 69-ben, és Pécsi Műhelynek hívták. Ebben az időszakban, mivel ő a gematikus művészetnek, a magyar gematikus művészetnek az egyik legfontosabb képviselője, mi is ezen az úton jártunk, az akkor készült alkotásaim, azok gematikus munkák voltak. Többen voltunk a kezdeti időszakban a 60-as évek végén, majd 1972-től kezdve 5 embert jelentett. Halász Károly, Ficek Ferenc, Kismányoki Károly, Szijjártó Kálmán és én. A 70-es évek elején, tehát pontosabban 1971-ben, 72-ben egy szakítás történt közöttünk Lantos Ferenc és a Pécsi Műhely tagjai között, aminek az volt az oka, hogy mi már túl akartunk lépni a geometrikus gondolkodáson, és a munkásságunkba behoztuk a fotográfiát, amelyet ugyanolyan eszközként kezeltünk, mint bármilyen más korábbi eszközt, ecsetet, ceruzát és festéket.
Mi együtt dolgoztunk, ez persze azt jelentette, hogy a hétköznapi munkák mellett készítettük ezeket az alkotásokat, hiszen mindenkinek, és most ezt idézőben mondom, rendes polgári foglalkozása volt. Vagy a múzeumban dolgozott, vagy az ifjúsági házban volt művészeti előadó, vagy valamilyen más művelődési házban dolgozott, de úgy gondolom, hogy az, ami együttlétünk és együtt gondolkodásunk, az erre az időszakra nagyon jellemző, és a magyar művészetnek kitörölhetetlen része. 1969-től 1977-ig dolgoztam a Pécsi Múzeumban, ami akkor a Székesfehérvári Múzeum mellett Magyarország legjobb múzeumjának számított. Olyan műveket állítottunk ki annak idején a múzeumban, amit máshogy nem nagyon lehetett kiállítani. Aztán 1977-ben felkért engem a városi tanács akkori művészeti vezetője, hogy hozzam létre a Pécsi Galériát, legyen egy olyan kiállítóterme a városnak, amit elsősorban csak képzőművészeti, vagy pontosabban vizuális művészeti kiállításokkal foglalkozott. Én nagy örömmel tettem ennek eleget, hiszen szerettem volna már megvalósítani olyan projekteket, amire a múzeumban elsősorban anyagi hiányok miatt nem volt lehetőség. Milyen kiállításokat csináltunk? Abból indultam ki, hogy a magyar művészet az a múzeumban, a Pécsi Múzeumban tulajdonképpen 1977-ig látható volt. Tehát nekem egyetlen egy út adatott meg, hogy csak a progresszív, naprakész művészetnek a bemutatása. Ilyen munkákat is, ilyen kiállításokat rendeztünk, ami azért is volt érdekes, mert legfontosabbak voltak azok a nemzetközi meghívásos kiállításaink, amelyeket keleti és nyugati művészeket hívtam meg. Tehát az volt, hogy kitaláltam különböző témákat. Ezek ilyen például az, hogy a táj, a természet, a vonal, és még néhány hasonlót. Évente rendeztünk egy-egy ilyen nemzetközi kiállítást, ahol ez egy jó fórum volt arra, hogy a különböző országok művészei és a magyar művészek találkozhassanak egymással. Mm. 1972-ben Atalai Gáborral találkoztam, és egy beszélgetés kapcsán azt mondta, hogy valami olyan munkákat kellene készíteni, amelyekből fekete-fehéren kiderül, hogy ezek itt, a mostani Magyarországon készültek. Ez egy olyan mondat volt számomra, ami hazafelé az autóba elindított bennem egy gondolatsor. Mi is az, ami számunkra érdekes volt, érdekes lehet ebben? Az ember akkor kinézett az ablakon, akkor látott egy csomó csillagot, látott egy csomó sarló kalapácsot, és akkor azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen ezekkel kellene valamit kezdeni. Hamarosan rá, szinte egy hét múlva, a mi utcánkban felbontották az utcát, ahol addig utcakövek voltak. Reggel mentem a múzeumba dolgozni, és eszembe jutott, hogy ezekből a kövekből, ha én kirakok egy csillagot, és ezekkel különböző műveleteket végzek, akkor az utcakő, mint a forradalom jelképe, meg a csillag is valahogy találkozhat egymással. Ebből született egy fotósorozat, amelyet aztán később különböző technikákkal megörökítettem. Ezekhez 72-ben vagyunk. Majd a másik volt 1973-ban a nagyon ismert Sarló Kalapácsos önarcképen, amiben ugyanez a gondolat indított el, hogy azt, ami erre a Sarló Kalapácsra egyáltalán rárakódott negatívum, a szocializmus révén, az valamilyen módon ezt le kellene fejteni róla, és ezzel kézbe vettem ezt a két szerszámot és nem a jelképet, és ezzel úgy gondoltam, hogy ezzel egy olyan gesztust végeztem, amiben biztos, hogy valami majd csak kialakul. Azt mondják többen, akik ezzel a korszakkal foglalkoznak, hogy ez a mű ennek az időszaknak az ikonja. Sokan felteszik a kérdést, hogy nem volt-e akkor problémám ezekből a munkákból. Mivel már korábban mondtam, hogy Pécs egy különleges helyzetű város volt kulturális élet szempontjából Magyarországon,
Nekem ezekből a munkákból 1974-ben, tehát 2 évvel, illetve 1 évvel elkészültük után, egy kiállításom nyílt a múzeum kiállító termében. Ez azért is érdekes, mert akkoriban a múzeum, ha valaki a múzeumon állított ki, akkor nem kellett zsűriztetni a munkákat. Tehát én akkor a múzeumban dolgoztam, tehát 1969-től 1977-ig a múzeumban dolgoztam. A múzeum igazgatónője vállalta azt, hogy ezek a munkák kikerüljenek a falra. Azért is fontos ez, mert talán máshogy ezt nem lehetett volna kiállítani, de Pécset, és ezt hangsúlyozni szeretném, ki lehetett állítani. Az, hogy más országok művészei hogy foglalkoztak ezekkel a jelképekkel, ezekkel a politikai jelképekkel, ez nagyon érdekes, mert úgy látom, hogy a 80-as években már nagyon sokan a volt kelet-európai országokban felhasználták ezt a munkásságokba. Azt hiszem, és nem akarok nagyképű lenni, talán én voltam az első ezek között. 1973-ban a múzeumban dolgoztam, és eljött Magyarországra Bak Imre segítségével, Bak Imre ismerettsége révén Dieter Hon is, aki akkor az Eszeni Folkwang Múzeumnak volt az igazgatója. Természetesen megint Budapestre és Pécsre jött. 1977-ben írt egy cikket az akkori Kunstmagazinban, ez egy elég hosszú írás volt, és ebben az írásban többek között Pécset is megemlíti, többek között az én munkám is szerepelt benne, sőt, ugye 1977-ben volt a Dokumenta, és a Dokumenta idejére megjelent ez a Kunstmagazin, amelynek a címlapján az én sallokkalapácsos képen volt. Hát ez elég nagy meglepetés volt számomra. Ráadásul azért, mert abban az időszakban, amikor a Dokumenta volt, a Galeri Romecsben volt egy kiállításunk, amit Maurer Dóra szervezett, és a kiállítás meghívója az minden reggel megjelent a Dokumentán is. Miért jelent meg? Azért, mert Andy Warholnak a sallokkalapácsos munkai akkor voltak újak, és bemutatásra kerültek a Biennálén, és Maurer Dóra féle Gájor Tibor minden reggel a megnyitásról szorgalmasan Andy Warhol képpel oda tette az én sallokkalapácsos munkámat, amit aztán persze később eltüntettek. Csak ugye én nem 1977-ben, hanem 1973-ban készítettem ezt a művet. Az első külföldi utam 1966-ban az akkori Csehszlovákiába vezetett. Pozsonyban és Prágában voltam, és a mi művészeti életünkhöz képest valami egészen különleges volt az, hogy volt egy csomó művészeti folyóirat, egészen más jellegű kiállítások voltak, mint amelyeket megszoktunk itt mi nálunk, és egyszerűen valami egészen más légkör fogadott. Nagyon boldog voltam, hogy ez az utazást megtettem, majd hamarosan Lengyelországba utaztam, ahol megint egy olyan művészeti szabadságot találtam a művekben, amikre azt gondoltam, hogy ez tulajdonképpen egy olyan út, amit nálunk is kellene. Ez a 60-as évek vége, a 70-es évek eleje. Hamarosan aztán Maurer Dóra és Beke László révén kapcsolatba kerültem cseh és lengyel művészekkel. Többször utaztam, szerencsémre én könnyen tudtam viszonylag utazni, mert az én édesapám vasutas volt, és évente 1-2-szer ingyen lehetett utazni ezekbe a kelet-európai országokba. Nagyon jó volt a találkozás. Ma is emlékszem arra, hogy kikkel találkoztam. Elsősorban pozsonyi művészeket tudok mondani. Rudolf Sikora, József Jankovics, majd másod ugye Kassán, Juraj Melis, és még többeket is sorolhatnék, akikkel annak idején találkoztam. Lengyelországban ott kapcsolatom nem volt úgy a művészekkel, viszont kiállításokon többször szerepeltem a 70-es évek elején, elsősorban Krakkóban a Krakkói Grafikai Biennálén. Még érdekes lehet, 1973-ban, vagy 74-ben, most pontosan nem emlékszem, Petr Stembera Pécset csinált egy performance-t, ami elementáris erővel hatott mindannyiunkra, ezt az akkori pécsi műhely szervezte. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az időszak, tehát elsősorban Csehszlovákia és Lengyelország nagyon-nagyon meghatározó volt az én életemben. Azt, amit én a
lengyel és a csehszlovák művészektől kaptam. Szerencsémre 1977-ben, miután a Pécsi Galéria igazgatója lettem, idézőjelben mondom, vissza tudtam adni. Hiszen ők akkor, elsősorban a csehszlovák művészek, nagyon nem állíthattak ki külföldön, viszont a Pécsi Galéria egy olyan terep volt, ahol rendszeresen évente a csoportos kiállításokon megjelentek. Életem egyik legfontosabb eseménye volt, amikor 1988-ban a Velencei Biennálén a Magyar Pavilonban kiállítottam. Ezzel a kiállítással azt hiszem, hogy azt a tevékenységet, ami elsősorban a politikai jelképekkel való gondolkodást jelentette, én ezt lezártam. Egy kicsit a rendszerváltást, most már így utólag mondják, egy kicsit a rendszerváltást megelőlegeztük azzal a kiállítással, két másik társammal, Bukta Imrével és Somogy Gézával együtt. Számomra a rendszerváltás az egy nagy eufóriát jelentett, és azt jelentette, hogy valami egészen mással kezdtem foglalkozni. Akkoriban vásároltuk ezt a házat, ahol most vagyunk. Ez egy falusi ház Pécstől 25 kilométerre. És visszajött az én gyerekkorom. Visszajöttek a birkák, a bárányok, a veszőkosár, visszajött a búza, visszajött a különböző tárgyak, amikkel azzal addig nem nagyon foglalkoztam. És egy kicsit egy ilyen sajátos világot, egy sajátos világot kezdtem kiépíteni, ami távol tartja magát a közélettől, és saját dolgaival kezd foglalkozni. Itt azért 35 év differencia van a képek között. A mai napig ezt végzem, illetve most van egy egészen furcsa helyzet, mert ami ma Magyarországon történik, az nem az én szájízemnek való, és úgy gondolom, hogy ez ellen valami módon azért előbb-utóbb már fel kell lépni.